Az elmúlt napok negatív hőse Maksa Zoltán humorista, aki nyilván nincsen hozzászokva ehhez a jelzőhöz, de talán most elfogadja. Ugye pár nappal ezelőtt a Hír TV-ben elsütött egy rossz viccet a nők megerőszakolásával kapcsolatban, a sajtó nekiesett, én azt gondolom egyébként, hogy joggal. Erre Maksa Zoltán írt egy választ, amiben drogos, új gazdag eltésekről írt, legalábbis ugye ezt vette mindenki, akkor már az is pofozta, aki addig még egy szót sem szólt hozzá. Mire Maksa Zoltán írt egy bocsánatkérést, de elsősorban a Hír TV-től kért bocsánatot. Itt már kevesen maradtak csendben, végül aztán Maksa Zoltán mindenkitől bocsánatot kért, és mélységesen megkövetett mindenkit. Én egy rossz szót nem fogok már rátszólni, és köszönöm, hogy eljöttél. Sokkal inkább arra volnék kíváncsi, hogy keveredhettél ebbe bele, ebbe az egész ügybe. Hát nézd, a Hír TV-ben hagyományosan minden év végén részt vettem a Paletta című műsorba, egy ilyen éves mérleget vontunk meg, igen, jó igen. 10 évvel jártam oda, és hát rendszeresen kértek egy ilyen kis évösszegző hírblokkot. És nagyon a bögyönben volt ez az eltés esemény, a nyári probléma, és mindenképpen valahogy be akartam erről emlékezni. Sajnos nem vettem azt észre, és ez az én szakmai hiányosságom, hogy ennek sokkal nagyobb a tragédiája, humora meg egyáltalán nincsen ennek a hírnek abban a formában, hogy elhangzott. Úgyhogy magam is aztán kaptam észbe, amikor már úgy jöttek az SMS-ek, hogy mit mondtál, meg hogy Jézus Úristen, mit kéne csinálni, és hogyan lehet ebből egyáltalán tovább lépni. Tény az, hogy én azt a mögöttes dühöt szerettem volna éreztetni az emberekkel, amiből fogant ez a dolog, hogy mik mennek a gólyatáborokban, és itt elvonatkoztatván az eltétől, akiktől innen is bocsánatot kérek, és meg is tettem a Facebookon is. Kicsit nehéz a helyzet. Igen, ugye a bocsánat kéréseidből sokan úgy értelmezték egyiket én is, mintha nem értenéd, hogy mi a baj. De értem, abszolút rendben van, csak egyszerűen nem tudom visszacsinálni, nagyon szeretném. Borzasztóan szánom bánom a dolgot, annál is inkább, hogy 32 éve vagyok a pályán, decemberben is 17 nagy sikerű eladást nyomtam le országszerte, és beleszaladtam olyan gyermetek hibába, ami nem volt rám soha jellemző, sőt, mi többé láttam már nagy sztárokat hasonlóba belemenni, tehát tanulhattam is volna. Mit veszítettél szerinted? Utolsó kérdésem. Mit veszítettél? Hát valószínűleg ez csak eztán derül ki, de nagyon remélem, hogy az imádott szakmámat nem. Nem éled? Lehet, hogy igen? Nem tudom. Rengeteg biztatás érkezett egyébként, hogy ne hagyjam abba, és tényleg mindenkitől, olyan valakitől elnézést kérek, aki ebben a dologban bármilyen szinten is megbántódott, mert nem ez volt a szándékom, hangsúlyozni szeretném. Zoltán, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm én is.